21. alkalommal rendezték meg az Ovisok sport délelőttjét Soroksáron. A programnak ez alkalommal is a sportcsarnok adott otthont. Az eseményen 271 gyermek 4 versenyszámban vett részt. A versengésre kilátogatott Geiger Ferenc is. Szerintem az egyik legfontosabb dolog a gyermekek életében, hogy a sportra, az egészségre megpróbáljuk őket nevelni, és ez része ennek a programnak. Több százezer forinttal támogatjuk ezt a rendezvényt minden évben, pont azért, hogy minél több gyermek szeresse meg ezt, és minél több gyermek próbáljon egészségesen élni a későbbiek folyamán. Ön szerint mennyire tudnak válogatni ezekből a jellegű feladatokból a gyerekek? Kiből lesz ezek után mondjuk egy labdarúgó? Hát ez nagyon nehéz, mert most még azért ez elég nehéz dolog. Nagyon sok függ a szülőtől is. Én saját tapasztalatomból tudom, én sportoló voltam, futballoztam, nálunk ez családi hagyomány volt, és amikor a gyerek óvodás volt, akkor ő futballozni kezdett el a kis óvodás iskolába. Ma már azért másképp működik a világ, akkor toborzók voltak, nekünk kellett elmenni a sportegyesületekhez, és ott válogattak ki minket. Akkor egy toborzón egy héten keresztül ment a toborzás, és minden alkalommal volt 50-60 gyerek. A világ ma úgy megváltozott, hogy az edzőknek, meg az egyesületeknek kell elmenni az óvodába, és ott kell lasszóval összefogni a gyerekeket a különböző sportágakhoz, hogy elvigyék őket sportolni. Ezen meg kéne próbálni változtatni, mert azt hiszem, hogy csak akkor van értelme ennek az egésznek, és akkor van nagy arányú fejlődés is. Milyen ötleteket tudna adni a szülőknek ezzel kapcsolatban? Hát mindenféleképpen azt, hogy a családban sokkal többet mozogjanak, sokkal többet vigyék el a gyermekeket ilyen jellegű rendezvényekre, mert ez egy gyereknek élmény, a sportrendezvényen való részvétel, és akkor megkedveli a sportot. És ez mindegy, hogy futball, vagy karate, vagy kosárlabda, bármi, amivel végül is egy családi hagyományt tovább tudnak vinni, és ezért ez nagyon sokat jelentene. A programot ismételten Homoki Ildikó szervezte. Az óvoda pedagógussal a verseny mellett az óvikban jelenlévő sportolási lehetőségekről is beszélgettünk. Ez a rendezvény, ez a 21. volt, tehát ezt 21 éve csináljuk, ezt a nagycsoportosok sportjelöltjét. Az idén 271 gyermek vett részt a rendezvényen, a kerület 3 összebont óvodájából, az összes olyankorú gyermek, aki tanköteles korú és ősszel iskolát kezd. De hogyha esetleg nem mehet iskolába, de tanköteles korú és marad az óvodában, akkor is részt vehet a rendezvényünkön. Ez egy jól bejáratott rendezvény immár 21. alkalommal is. Mennyi előkészítő munkát igényel egy ilyen rendezvény? Ugye nagyon sok gyerekről beszélünk, azért a biztonságra is oda kell figyelni. Hányan segítették az ön munkáját? Hát az én munkámat nem is tudom felsorolni, hogy hányan segítették, nagyon sokan. Segítenek nekem az óvodavezetők, segít az én munkaközösségem, az egészséges életmód, a nevelés munkaközösség, az egy 10-12 tagot számlál, a kerület óvónénijéből tevődik össze ez a munkaközösség. Az idén először van olyan szerencsénk, hogy eltés hallgatók vannak az óvodánkban, és ők is részt vettek ezen a rendezvényen, ők is vannak 7-en vagy 8-an, és hát van olyan kolléganő, aki nem munkaközösségi tag, de az én óvodában dolgozik, és nagyon rendesek a lányok, bármikor megkérem őket, akkor segítenek erre. 21 évet csinálom, de mai napig is sok szervezést igényel. Nagyon sokrétű a dolog, mert buszt kell rendelni, az ajándékokat meg kell rendelni, mennyi a létszám, kapjanak enni, kapjanak inni, a gyerekek jól érezzék magukat, és még az idén is változtattam, ugye két helyre tettem a futást, mivel volt sok ember, sok helyen folytak a tevékenységek, és így még gyorsabb volt, a gyerekek számára kevés volt a várakozási idő, nem unatkoztak, és azt gondolom, hogy az idén is jól érezték magukat. 45 perc alatt lezajlott igazából az egész verseny. Milyen versenyszámokon vehettek részt a gyerekek? Hát ez a 4 versenyszám, ez 21 éve változatlan, de úgy vagyunk vele, hogy mi már lehet, hogy unjuk, de igazándiból még azt gondolom, hogy mi sem unjuk, mert nagyon szeretjük, de a gyerekek számára az alapvető mozgásformák, a futás rövid távon, célba dobás van babzsákkal felfordított zsámolyba, helyből távolugrás szőnyegre, és a medicinlabda dobás, ugye az egy kicsit nehezített labda, de hát itt kipróbálhatják a gyerekek, hogy milyen erősek. Ez a 4 versenyszám, ez változatlan 4 éve. Ugye figyelni kell arra, hogy nagyon sok gyerek van, sok gyereket kell mozgatni, tehát egészen más, mint az őszi óvodás olimpia. Itt a kerületi óvodákban mennyire van lehetőség a sportolásra, milyen sportolási lehetőségek várják a gyerekeket? Hát én azt gondolom, hogy mivel a gyermekek legfőbb tevékenység ugye a játékon belül a mozgás, a mozgáson keresztül fejlesztünk tulajdonképpen mindent, tehát ez mind a három óvodában elmondhatom, hogy egy fő
terület és a legfontosabb terület. Hát amit az óvodában mi tudunk biztosítani, az ugye a mindennapos mozgás. Ez lehet egy kisebb mozgás, nagyobb mozgás, tulajdonképpen lényeg az, hogy folyamatosan mozogjon. Ha van olyan szerencsés óvoda, ugye, akinek van tornatere, ő azt is tudja használni a tornateret, vagy nálunk például van egy hosszú folyosó, mi azt is használjuk futásra. Az óvoda udvar, ahol szintén tudnak mozogni különböző mászokákkal, de az udvarra igyekszünk kivinni rollert, biciklit, focit, amit nagyon szeretnek, tehát kapu is van hozzá, és azon belül az ugróiskolától kezdve a fáramászásra is van nálunk lehetőség. Tehát azt gondolom, az óvodák igen kreatívak, mert ha beszorulunk, akkor bent ugrálólabda van, gördeszka van, szobafoci is van, tehát igyekszünk mindig megkeresni a lehetőséget, mert a gyerek akkor érzi jól magát, hogyha ki tudja adni az energiáját, kimozogja magát, akkor utána képes egy másfajta típusú játékra is, és az a jó, hogyha ez pulzál, hol egy picit fordulsul, hol egy picit lelassul, de azt az óvónénik érzik, hogy mikor kell, és akkor lehet, hogy csak azt mondom, hogy na menj ki és fussál egy kicsit a tornatérbe, vagy fussál két kört a folyosón, és, vagy ugrálólabdázzál, és akkor már ő jól érzi magát, kijött belőle a feszültség, ugye az összezártság a sok gyerek miatt, hogyha nem tudnánk kimenni az udvarra. 21 évnyi szervezői tapasztalata lehet a mögött. Mit gondol arról, miért szeretik a gyerekek ezt a fajta versenyt, ami itt a mai napon is zajlott? Hát a gyerekek szeretnek együtt lenni, szeretnek sokan lenni. Jó, mert találkoznak más gyerekekkel, lehet, hogy ilyenkor találkozik esetleg az unokatestvérével, aki egy másik óvodában van, vagy járt egy másik óvodába, találkozik a volt óvónénijével, vagy olyan óvónénivel, aki éppen babát vár most, és már nem dolgozik, viszont örül annak, hogy újra találkozók ő is a gyerekekkel az óvodából. És a mozgás, én azt gondolom, hogy a gyerekeknek a mozgás a minden. És azt gondolom, hogy ezért jó ez a dolog, és azt gondolom, hogy ezért lehetünk hálásak az önkormányzatnak, hogy ezt is már 21 éve támogatja, finanszírozza, és az óvodás olimpiát, amit nem is tudom, most már 7 vagy 8 évet csinálunk, hogy még egy ilyen nagy rendezvényre lehetőséget biztosított, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy az óvodáknak van erre lehetőség, és hogy tényleg maximális támogatást kapunk az önkormányzattól az anyagiak révén, mert eljönnének, mozognának, de azért egy gyerek mindig örül annak, hogyha kap valamit, egy picike kis ajándékot, és hál' Istennek minden évben van arra lehetőség, hogy kapjanak enni-innivalót, és hogy minden gyerek az idén is labdával mehet haza, ami az ő saját labdája, hazaviheti, és otthon is mozoghat vele. Az imént felsoroltak mellett viszont fontos kiemelnünk magát a versenyszellemet is, hiszen az is megjelenik itt. Hát megjelenik, igen, ez egy olyan rendezvény ez a sport délelőtt, ahol mindenki nyer. Mert ugye a gyerekek nehezen veszítenek, ezt tudjuk, de hát az életben ugye van ilyen, hogy veszítünk, de ez egy olyan rendezvény, ahol mindenki nyer. Itt nincsenek érmek, nincs első, nincs utolsó, itt mindenki győztes. Ez a rendezvény ebben a szellemben működik, és az óvodás olimpia az őszi, az pedig abban a szellemben, hogy igen, ott lehet negyediknek, ötödiknek, hatodiknak lenni, és nem lehet mindig nyerni. Tehát azt gondolom, hogy így megtapasztalják az éremnek mindkét oldalát, hogy nyerhetünk is, veszhetünk is. Ha veszítünk, akkor se történik semmi, de ha nyerünk, az egy még nagyobb öröm, az egy még plusz dolog, de azt gondolom, ez így jó, és ez így működik rendesen. Utolsó kérdésem pedig az, ami tavaly is valószínűleg elhangzott a számból, jövőre is tervezik ezt megrendezni? Igen, tervezzük maximálisan, és polgármester úrtól szerintem mindig, minden évben ilyenkor megerősít bennünket, hogy igen, jövőre is támogatják az óvodákat, és örülnek annak, hogy van ez a rendezvény, és polgármester úr tavaly ugye volt a 20. jubileum, az egészséges életmód munkaközösséget és a segítőket, körülbelül 20 főt vendégül is látott egy vacsorára, tehát így köszönte meg nekünk az elmúlt 20 éves munkánkat, és remélem, hogy hát még talán 20 év, azt gondolom, nekem is talán belefér a korba, de ha már nem, akkor egy 10-15 legalább.